Csokolom, csokolom, itt a bézé, megérkezett, valamelyest levarnult, és ez már élő, igen. Igen, ez már élő. Ez szép kérdés, de igen. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy már is ilyen csodálatos resubokkal köszöntetek. Egyrészt nagyon szépen köszönöm Edemnek a 16. hónapját. Atya úristen, ez nagyon-nagyon-nagyon sok, és meg se érdemlem, de azért köszönöm. És Payconnak is a 16. hónapját, ami pontosan ugyanennyire sok, és meg sem érdemlem. És nagyon szépen köszönöm az új követőket, követők követését is. Forgathers, Yolo, Svagetti és Phantom 9019. Sziasztok! Na, ki az a Pákó Bézé? De hülyék vagytok. Jó, ezt már szeretem. Amikor valaki nem teljesen normális, hiszen jó magam sem vagyok az. Na, hát srácok, eltelt a nyaralás. Kurva gyorsan. A felugró ikon megingazíthat, tehát kicsit forradja a felugró kocka balfele üres, neveket meg emiatt eltöri. Igen, az egész, ez az egész, mi az, szisztem, ami ezt csinálja, ez nagyon hülye. És idáig nem tudtam normálisan megcsinálni ezzel a grafikával, tehát az lesz, hogy majd fogom magam, és teljesen át kell az egészet alakítani, de ez most már benne van a tasklistben, tehát szépen neki fogok állni a dolognak. Na, minden esetre, szóval... Vége van a nyaralásnak, kurva gyorsan eltelt a rohadt életbe, de legalább tényleg azért sikerült valamelyest pihenni. Nem tudom, hogy ti már voltatok-e nyaralni, még mentek-e nyaralni, vagy idén kimarad, nyugodtan mondhatjátok ki hol volt, ki hol megy, vagy ki miért nem megy sehova. Ez valamilyen YouTube link, ami nem tudom, hogy micsoda, és a videó nem áll rendelkezésre, azt mondja. Lehet, hogy csak nálam. Azt mondja, hogy ez most, ugye én Ausztriában ülök, tehát lehetséges, hogy ami nálad látszik, az nálam nem látszik, mert ugye nem minden országban látszik ugyanaz. Kimarad idén Andrewnak a nyaralás, az nem jó. Például menjünk egy hétig nagymamájához, bár ott dolgozunk, szeptember végén pedig két hétes szüleimet. Ezt megpróbálom ezt a szeptember végét úgy szinkronizálni, hogy valamelyest sikerüljön összetalálkozni, mert az milyen jó lenne. Rockmaraton volt az egyetlen nyaralásom. Hát igen. Csütörtökön Mátrába. Na, ez egy tök jó hely, és csütörtökön már ilyen egész normális időnek ígérkezik. Igen, copyright-os a videó, szóval én nem tudom mi ez. Összönyöm, minden jó megy az időjárás, kegyes lesz, akkor Balaton. Igen, hát, ja. Mi kifogtuk ugye a... hát, kifogtunk egy ilyen eléggé hőgutás időszakot. Szentlélekre csillagászkodni, de ultramencsi, az nagyon, az király. És Bottaster, 9 hónap, behalok, jönnek a resubok, mint az állat. Gyakorlatilag a szeretet, ami eláraszt, az a szeretet, ami eláraszt. Táborozgatásban haza csütörtöktől, meg még 3 napra kebbi ugyanaz, ez tök jó. Így van, ott aztán megszületett, ha pontosan 9 hónapra született, hát ugye manapság már. Manapság már mindenki úgy születik, ahogy akar. Na, szóval egyébként, ha majd egy kicsit így belemelegettünk a beszélgetésbe, akkor csináltam azért kis úti filmecskét, bár azért az tény, hogy az úti filmecske az inkább olyan lett, hogy ilyen különböző részletek, amikor éppen... kedvem volt előszedni a telefont, meg nem felejtettem el előszedni a telefont, meg úgy egyáltalán, mert eléggé olyan volt igazából ez a nyaralás, hogy nem is voltunk folyamatosan kettesben. Pénteken kettőben megjelenem, a Small Land akkor jön tesztre. Mi az a Small Land? Mi az a Small Land? Nem tudom, le vagyok maradva. Melyik hónapban születik a legtöbb gyerek? Hát a 9. hónapban, ez tök jó, továbbadom. Melyik hónapban születik a legtöbb gyerek? Hát szeptemberben. És Dömmezemben holnap van a szülőnapom, akkor már előre nagyon-nagyon boldog születésnapot.
A lényeg az, hogy egyébként tényleg azt még gyorsan, még el nem felejtem. Lett egy ilyen beugrós koncertem. Nem tudom, hogy van-e valaki Szombathely környékén, csütörtökön. Mert hogy lesz egy olyan koncert, amit az én Pejcsik Péter barátom csinál, ami gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy különböző magyar pop és rock számokat hangszerel át, de teljesen úgy szimfonikus koncertre, ami... Tehát, hogy szinte föl se ismered az eredetit, és akkor ide fölkértek énekelni. És hogyha esetleg valaki Szombathelyen van, akkor szóljon, aztán akkor gyűjjön. Nagyon érdekesnek ígérkezik, mert ilyet azért ugye nem ritkán csinál az ember, vagy nem gyakran csinál az ember, meg hát ugye nem saját dolgok ezek. És közben nagyon-nagyon szépen köszönöm Bidi 16. hónapját, Atya Úristen! Nagyon gyakorlatilag tényleg eddig a Balatonban fürödtem, most pedig a szeretetetekben, ahogy ezt Edem is elmondta. A Szombathely környéken nem csak szombaton lehet lenni, ellenben végig úgy érzed magad, mintha szombat lenne. Láttam Instán meg a sztorikat, podcastokat, jól, remélem jól érzed. Igen, nagyon jól éreztük magunkat, és mondom, ezt meg is fogjuk mutatni, fogjuk. Na, szóval, hogy meg is fogom mutatni, mert csináltam kis úti filmet, de mondom, inkább ilyen pici filmecskéknek a Lozán összefűzött elegye a dolog, mert tényleg arról szólt a dolog, nem is voltunk végig egyedül, illetve hát így kettesben Viccával. Egyrészt jött Inga, aki Viccának a barátnője, mert hát tulajdonképpen nekem is nagyon kedves barátom, aki igazából Viccának volt az évfolyamtársa itt a master alatt az egyetemen. Aztán pedig ő visszament a szüleihez Németországban, és azért hát így ritkábban is találkozunk, ezért ő oda jött, és ott volt 5 napig velünk, de volt 2 másik barátunk is ott velünk, akik meg szegediek, és szintén nagyon ritkán látjuk őket. Tehát éppen azért mondjuk ritkábban tudtunk olyan momentumokat rögzíteni, ami, mit tudom én, ami ilyen tényleg csak mi éltük meg, vagy mit tudom én, de van egy csomó tök érdekes, meg jó pofa dolog, szóval ezeket megmutatom, majd egy olyan fél órás összeállítás született, azért persze mondjátok, hogy nem akarjátok látni, de ha igen, akkor mondjátok, hogy de! Én csak péntek helynél leszek szombaton, hát akkor elkerüljük egymást. Mi lesz Szombathely vasárnap? Szürreális. Szombaton leszek csütörtök közelében. 200 km környékének számít? Hát mondjuk globális szempontból igen. Vizelet mennyi volt a Balatonban? Nem mértem. Bevallom őszintén, hogy nem úgy mentem a Balaton, hogy nehogy belemenjen számba egy kis hűt, sőt, én általában ugye, én úgy szoktam úszni, megmondom őszintén, hogy mit, azon beleugrom, és ezért, tehát nyelem, köpöm, nehogy kikilpeljetek. Bárhogyha ezt bemondom, akkor azonnal kikilpeljetek. Mindegy. Szóval megmondom azért, hogy nem éreztem húgyot a Balaton vízben, bár egyébként szerintem egyébként az a cikk az egy kicsit over van exagerálva, tehát magyarul én nem éreztem úgy, hogy ez most tényleg egy olyan szintű probléma lenne, aztán ugye az a cikk, amiből az egész kiindult, az is aztán a végén szépen elmondja, hogy ja igen, egyébként kb. A Zala folyóból mit tudom én, 10-szer annyi hát mit tudom, ugyanolyan anyag jut be a Balatonba, mint ami a humán pisiből. Ráadásul halak is ugyanoda pisilnek. Szóval, meg a, mit tudom, vízigyúkok. Na, szóval, hát nem, külön nem éreztem, hogy tele lenne. Húggyal, sok-e az algásodás? Nem, de teljesen normál vize volt a Balatonnak, nagyon szeretem. Hát ha fizetnék a WC-re, mindenki a vízbe ereszti, remélem. Ugye mi olyan strandokra mentünk, amik direkt egyébként, majd látjátok, hogy legfőképpen ilyen picike strandon voltunk, Szepeszden, ami nekem ilyen gyerekkori kedvencem, és egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon pici strand, és van egy ilyen hihetetlen minimális belépője, viszont ennek fényében ott van free a klotyó, tehát nyugi. Balaton az ország ingyenes WC-je lett, nem az egész ország lett az egész ország WC-je. Na! Jól tekerjétek fel a hangerőt, hogy hallom a kékestetőn. Oké.
Azt mondja, hogy pöppedöppedöpp. Érezni sem lehetett már, mint a... hogy ott nem. Elmúlt 10 év után először nem dolgozom augusztus 21, szóval rottyon leszek, de lehet Szombathely. Tehát, és mi a rotty Szombathely távolság, hogy tudjam, mennyit kell a úton aludnod. Mindenki vízbe izél, már azt írják neten. Mármint, hogy vízbe izél? Fú, ez most 18 plusz vagy, tehát, hogy megtörtént már, hogy ahogy egy lány meg egy fiú intim közelségbe kerül egymáshoz, az megtörtént már velem úgy, hogy Balaton volt körülöttünk. Na mindegy, oké, okay. Too much information. Nézd, nem akarsz belegondolni, mit jelennek alak a vízben. Hát, fó! Alak is, meg Hínár is. Hattyúk is odaereszték. Mind a hat, sőt, szerintem 12 is, meg ugye egyáltalán. Eső is a Balatonba ereszti. Látjátok? A Balaton az mindennek a mindene. Mert ugye nem iszunk vizet, hisz, mint tudjuk, abban halak szeretik egymást, nagyon kis hal készítési tervekből. Igen, most már leszálltunk a vizeletről. Figyelj, eleve nem érdemes felszállni a vizeletre, mert nem annyira kemény, hogy megtartson. Na, az ivar sejtek Balatán átúszása. Yeah. Teleporttal megyek, fogalmam sincs, plusz lehet a Rocs Tatabányára indul, de mindenképpen Budapest magasságában. Jól hangzik. Zoltán, szia! Azt mondja, az a kérdés, hogy csak a Balaton volt-e körülöttünk? Hát értelemszerűen nem, mert olyan nincs, hogy az ember azt mondja, hogy mindenki takarodjon ki a vízből az egész Balaton széltében és hosszában, mert én most. Na mindegy. És szia, Grampi! Valójában, mint tudjuk, amúgy, hogy Balaton nem is létezik, az úti filmben erről is szó esik. Ne engedd magad uszítani, undorítani, hogy az egyetlen fostos Balatonunk ellen hergelünk. Imádom a Balatont. Imádom. Na, azt mondja, hogy ki, ha kint nagyon hideg van, de ugye akkor lehet a tula is ott a végén. Mi? Mi? Lemaradtam. Lassan átnézik jobb Balatonra. Én nem vagyok hajlandó. Holnap megveszem a Balatont, lehet, és átnézem Samutóra. Samu, te vagy az lölő? Mert akkor már félig megvetted, csak ennyi. El kell magad szíjátani, hogy cápa működik. Gyerekkoromban egyébként, mikor kijött a Cápa című film, az még ugye valahogy a 70-es évek vége volt talán, tehát azért nem voltam még olyan nagyon okos és tájékozott, és az egy ideig nagyon óvatosan mentem a Balatonba, mert hát úristen, jön bele a cápa. Aztán persze azzal szivattak, hogy jó, hát oké, most már, hogy tudod, hogy mondjuk a cápa az nincs Balatonban, mert hogy az sósvízi állat, de hogy van, és van, voltak ilyen rémtörténetek, hogy van valaki, aki hozott piranyákat, mit tudom én honnan, Brazíliából, és véletlenül beleengedte a Balatonba, és elkezdtek szaporodni, és már megesznek a piranyák, na akkor be voltam fosva. És szia kincső, drága! Mesélj, hogy mi van veled, nagyon remélem, hogy minden jó, és most már ezerrel dolgozol, és hihetetlen tőkepénzes vagy, és boldog. Balaton 20 éve nem voltam, nem is értem, ki szereti ezt a tömegnyomort, maradok Tiszafürednél. Kicsit messze van, de ott laktam 18 évig, azt szoktam meg, bár már oda is szivárognak Balatonról a sznobok. Igen, szóval az van, hogy én eleve azért megyek, tehát többek között azért megyek mindig Balaton felvidékre, jelesül kővágó őrse, mert ugye oda már azért nem jön föl a tirpákok nagy része. Sőt, az eleve, hogyha az egyes szám a tirpa, akkor a tirpák nagy része. És amikor strandra megyek le, akkor is olyan helyekre próbálok menni, amit nem ismer a jó nép. És éppen ezért kevesen vannak. De van még ilyen szerencsére, nagyon félek egyébként, hogy ezek el fognak azért egy idő után tűnni. Értelemszerűen már régeség nincs meg az a nagyon kedves és intim és úgymond amatőr hangulata a Balatonnak, mint ami gyerekkoromban, tehát amikor mondjuk ugye 70-es évek végén, 80-as években ugye ezek a pici házacskák voltak, és mindenki kedvesen köszönt egymásnak, és ugyanúgy vetted az acskós tejet, kakaót, a bold, majd minden. Hát ehelyett azért már persze én is hülyét kapok attól, hogy egy balatonparti, mit tudom én, luxus strandot úgy hívnak, hogy Copacabana Beach, és mit tudom én, és minden az ilyen, akármilyen apartments, meg a nem tudom mi.
Errefele megyünk, ezzel nem lehet mit csinálni. Amíg meg lehet találni a kedves kis igazi részeket, addig részeget, addig én igenis le fogok menni, mert én balatoni gyerek vagyok, és nem adom a Balatonomat. Ebben a nehéz időben az emberek csak meg akarják óvni a vizeletükkel, hogy nem párolog, nem, mint a velencei tó, igen. Ja, tudja, hogy szeret a cápa, bizony. Erdély vagyok, szóval nekem Mátra végül is Szombathely környék. Igen, figyelj, hogyha azt írod, hogy mondjuk te Reykjaviki vagy, akkor meg gyakorlatilag itt van a szomszédban, tehát hogy na ennyi. Krokodilt még nem hoztak be a Balatonba. Szerinted? Oké, azt mondja. Csap-csap féle izé nagyon jó, animált, de zseniális, hogy bekapja a kis izét a cápa. Minek munka, anélkül is pénzes és boldog vagyok. A titkot akarom, mert én munkával is alig vagyok pénzes. Jaj Istenem, akarom tudni. Na, azt mondja, hogy műanyagporras kakaót. Műanyagporras. Oké. Balaton egy tó, azt azért tisztázzuk, tehát adriázni meg görögországozni, az egy krektenség és rossz indat, nem hasonlítunk össze egy tavat egy tengere. Na, figyelj, én azt mondom, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk várost nézni is lehet Budapesten és Athénben, meg New Yorkban, és mindenhol meg lehet találni azokat a dolgokat, amik csak ott vannak és máshol nem. Én igyekszem eleve nem összehasonlítani helyeket ilyen szinten, tehát adottságok alapján. És megmondom őszintén, hogy például pont tényleg a Balaton felvidék, a Káli-medence, az egy annyira egyedi világ, hogy bármennyire is én imádom ugye Kanadát és az erdőket, bármennyire imádom Görögországot, Káli-medence az egy van, és az olyan. És egyébként mindenkinek ajánlom, hogy aki mondjuk a Balatonból csak a partot ismeri, az nézzen körül egyébként akár tavasszal vagy ősszel is, iszonyatosan jó kirándulóhely, és gyönyörű. Ráadásul az emberek is teljesen mások, tehát valahogy ez egy pici ilyen kiszakadt rész Magyarországból, ahol megmaradtak embernek az emberek. Persze oda is terjeszkednek, ott is egyre több a hülye már meg minden, de azért az alap az még mindig megvan. Na... Azt mondja, hogy az a baj, hogy Lölő felvásárolja a strandot és vitorlás legeltetőt, hogy szállodát csinál. Az emberek oda szorulnak be, mert az addig is strandot felvásároltak alul. Igen, vannak még jó helyek, mondom, mutatok is majd egy-kettőt az összefoglaló videóban. Bár most ugye az van, hogy ha megmutatom az elhagyatott titkos balatoni helyeket az összefoglaló videóban, akkor magam alatt vágom a Balatont, vagy a fát, mert hiszen az emberek megtudják és oda mennek, és egyre többen lesznek. Na mindegy. Na, Tomi, második munkanapom után fáradtan írod, milyen a munka? Nagyon remélem, hogy rendben van, ugye ez neked most egy tök új dolog. Nagyon remélem, hogy megy, és happység van. Azt mondja, mentettem, hogy mondtál jövőre, ha nem lesz Delta extra variáns, elnézünk. Ja. Dörgicse is jó, ha igazi normál környék. Na, érdekes, Dörgicsen pont nem voltam. Viszont mindig imádtam a nevét, tehát a Dörgicse az olyan, mint valami ilyen nagyon pici dolog, ami dörög. Mondjuk egy sündörög. Jó, azt mondja, szóval neked a Balaton Riviera, hát bizonyos tekintetben igen. Azt mondja, hogy csak mutasd meg, de nem mondd, hol van. Cseztem már, ugye ma délelőtt vágtam össze a kis filmet a kis telefonos videók alapján, és már tudom, hogy benne van. Na mindegy. Azt mondja, hogy a trükk az, videóban írd át kővágó őrst, mondjuk fahasító rajra, és akkor az emberek nem oda mennek. Fahasító raj? Tényleg Dörgicsei csibeleves, tényleg már emlékszem, a Magditól, igen. Aranyos lát a sűr, mikor dörög. Hát amikor egy ilyen nagyot pukizik, és akkor így meg szét is megy a tüskéje, mert hogy megijed magától. De mondjuk a sünökről talán ugye, ezen a csatornán és cseten nem én vagyok az illetékes, hanem ugye. Azt mondja, én balatoni vagyok, de alig várjuk, hogy vége legyen a nyárnak, elviselhetetlen ez a sok nép, teljesen megértem. Tehát mondom, én direkt igyekszem is nem belemászni az őrület közepébe. Mesélj egyébként, hogy Balaton honnan vagy. Mert ugye Balaton az a helység név egyébként, mint tudjuk, ami után bármit hozzáteszel, akkor az legit település névnek hangzik, tehát például Balaton-Szent Motoros. Van, hogy ne lenne.
Vagy ugye a másik az az, hogy mit tudom, odarakod azt, hogy Balaton valami, és akkor mondjuk felső, vagy fürdő, ilyesmi. Tehát mit tudom, Balaton retkes fürdő. És már is azt mondod, hogy ja persze az otthon Fonyód után. Balaton átúszás. Azt én csináltam, Lellei vagy, de jó, pont szembe voltam. Szóval Balatonát azt csináltam valaha, de mióta az is egy ilyen hipster pöcség lett, azóta így nem volt sok kedvem hozzá. Az unokahúgom nevét is oda tetjük, és legit Balaton lel. Így, hát erről van szó. Erről van szó. Balaton Füred, Balaton Fenyves, Balaton Szelet. Egy, hú, de szeretem a Balaton Szeletet egyébként. Csak úgy. Meg a vitorlások is szeretik a Balaton Szelet. Ugye? Na, jól van, oké. Okay. Úsztam én is többször, de csak öblöt és műtét előtt csak sajna. Hát igen, öbl. Az öblöt, az meg tényleg úgy hangzik, mint amikor a macskák elkezdenek így hányni. Öbl, öbl. Na. Fú, basszus, és iszom mind a gefekötő, mármint nem alkoholt. Balaton Némedi. Balaton Budapest. Fú, azt nem kéne. Szóval a durva az egyébként, hogy mikor elkezdjük tervezni a nyaralást, szörp van benne. Szóval mikor elkezdtük tervezni a nyaralást, akkor még ugye csak ilyen hosszú távú előrejelzés volt azért, mi ez meteorológiailag, aminek ugye, tehát mint tudjuk, meteorológusnak akkor hiszünk, amikor lóleg el a sírján, tehát eleve ugye hosszú távon kb. Az ilyen statisztikai dolog inkább, mint előrejelzés, de akkor azt mondta, hogy 8-ától, amikor mi ugye megyünk, permentünk, hogy akkor ilyen pont lesz egy-két ilyen viharos nap, és akkor majd lehűl a kánikula, és akkor ilyen 24-25 fokok lesznek. És akkor mondtam, hogy jó, oké, hát a 24-25 fok az meg teljesen jó, akkor 20, mondjuk lesz 20 fok a víz, az nekem teljesen Isten, és nem dögülünk meg. És aztán ahogy így mentünk előre az időben, így egyre így mentek fölfele az előrejelzések, és hát aztán ugye ennek az lett a vége, hogy ilyen 30-33 fok között volt végig, megsült az agyunk, de hát mondjuk a vízbe ez is teljesen tökéletes. Na, azt mondja, hogy jöttek jó Balaton dolgok, mi? Balatonjászkon szólnak, Balaton rekettje, Balaton aliga, Balaton alkai, hát jó, az igen, Balaton röcöge alsó, Balaton zamárdi, Új Balaton neve Tavatunk, és csak is Balaton felcsút felső lehet. Nehogy meglepetés érjen majd az összefoglaló videóban. Na. Balaton Miskolcia. Balaton fog. Balatondi. De aranyos. A Balatondi az cuki. Balaton Körmönd. Hozok fel vizet, addig nem menjetek sehova. Neked így le kell menni a vízért? Ez a vízbánya? Azt mondja, hogy szerintem tök jó, valaki jól érzi magát a Balaton, és nem csak egy fostos pocsájának nevezik, miután 3,5 órás után kint járt az Adrián. Ja, egyébként, tehát az, hogy úgymond pénzben túl haladsz a dolgon, az szerintem tökre nem jogosít fel arra, hogy ahol régebben voltál, azt akkor ilyen lepöcsöld. Számomra, tehát én tényleg nagyon sok fele jártam a világban, de számomra a Balaton az mindig egy nagyon fontos helyet foglal a szívembe, ugye én mindig egy, tehát persze nyáron, de egy balatoni gyerek voltam, tehát tényleg ezt már elmondtam párszor, hogy ahogy az utolsó iskolai nap lement, másnap reggel én már Balatonszárszon voltam, és a szeptemberi iskola kezdés előtti utolsó napon még Balatonszárszon voltam. Rohadtul szerencsés voltam ugye abban, hogy a nagyszüleimnek volt egy icipici háza ott Szárszon, és engem is a generációmban a többi gyereket a családból, kb. Ugye tényleg úgy kezelték, hogy levittek, ahogy a szünet elindult, és mindig más vigyázott ránk, tehát alapvetően vagy a szüleim, de volt olyan is akár, hogy csak anyu volt lent mondjuk egy hétig, mert neki volt szabadsága, és apu dolgozott, és aztán váltották egymást, és aztán utána volt olyan, hogy ketten is voltak. Bele se gondolok, hogy ez milyen lehetett, hogy azért, hogy ők külön voltak, úgymond Szabin. Aztán, amikor lejöttek a nagyszülők, és akkor ők vigyáztak, vagy anyunak a testvérei, és akkor ők vigyáztak ránk. És tényleg ez így lehetett az, hogy
gyakorlatilag tényleg voltak olyan nyarak, amikor megszakítás nélkül nem voltunk Szárszón, én nagyon szerettem. Balaton Borzodnál gyártelep fels. Mikor a Balaton kiszállt, az a Balatof, igen, így van. Balatonyód, Balaton Mordor. Nagyon szép. Jól esik ezt hallani a patriót gyerekként. Balaton hely, Balaton vágóörs, így van. Jó van, nagyon, nagyon jó balatoni ötleteditek vannak, ez tetszik. Az a kérdésem, hogy hol van mindenki? Most nézem, hogy még nem vagyunk elegen, hát mi tört? Vagy lehet, hogy egy hetet távol voltam, vagy egy hét és két napot, és mindenki elfelejtett engem. Na mindegy. Balaton meggyes. Na, majd mutatom a balatoni meggyes sört is egyébként. Balaton rettenet. Dévéknek van nyaraljuk, és micsoda szerencsések. Ja, de egyébként, tehát ugye nekünk most nincs nyaralunk, és hát azért így is meg lehet oldani. Bár hát ugye azért az nagyon, tehát nekünk ugye volt házunk ott Kövegőrsön. Úristen Milkoma, nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönöm a 16. hónapot. Atya, úristen. Ez tök jó. Na szóval igen, tehát hogy ugye volt nekünk házunk ott Kövegőrsön, és amit konkrétan így ezzel a két kezemmel, meg hát a család összes többi tagja is a két kezével épített föl, egy több mint 200 éves parasztháznak a falaira, és csak azért nem mit csináltuk a... Hogy hívják ezt a... Náttető. Igen, ezt a szót kerestem, mert hát a náttető, tehát az gyakorlatilag tényleg csak olyan csinálja, aki hűden nagyon erre van specializálva. És hát aztán azt sajnos utána, hogy amikor apu beteg lett, akkor azt el kellett adnunk. De ez nekem máig olyan, hogy tehát mikor elmegyek ott a ház előtt, akkor tényleg eleve, amikor bemegyek Kövegőrse, és akkor megyek Jókai utca 11, és akkor így csinálok, mert ráadásul ezért konkrétan nagyon árulanul alul vették meg, és ilyen új gazdag arcok vették meg, akik nagyon csúnyán elrontottak dolgokat a kertben is, meg mindent, tehát egyszerűen nem tisztelik a helyet. Na mindegy. De szóval éppen azért azóta mindig kerestünk egy helyet, amit ki lehet bérelni, és oda megyünk mindig. Lehet más is szabim vagy, van vagy alatta. Hát én azt akarok egész nyáron a balcsinál lenni, ugye? Én is azért vissza akarok menni az időben. Kedv van, akkor kiskegyednek Belgium, bézére vasárnap meg csütörtökön számítunk, így van, nem baj, mert megnézitek izébe VOD-ba. Mármint azok nézitek meg VOD-ban, akik most nem nézitek, hanem később nézitek VOD-ban, de azoknak most mondom, mert most nézitek, hogy VOD-ban nézitek. Időparadoxon! Na, úgy tudom, sátrazó is meg lehet oldani olcsón. Persze, mondjuk én egy kicsikét már lejöttem a sátrazásról, mert öregebb és grumpibb vagyok én annál. Bár az isteni például volt jó párszor az is, hogy viccával annyit csináltunk, hogy mondjuk csak ilyen 2-3 napra úgy mentünk el, hogy nem foglaltunk szállást, hanem mondjuk az egyik éjszaka egész konkrétan a Révfülöpi egyik strandnak a füvén aludtunk, aztán aludtunk a Kövegőrs melletti Kiskőtengerben, meg egyet a kocsiban. Szóval teljesen, tehát meg lehet ezt is csinálni. Az nagyon vicces volt egyébként, amikor Kőtenger mellett aludtunk a kocsiban, és arra ébredtünk, hát ugye nyitva voltak az ablakok, mert azért mégiscsak jöjjön be a levegő, és arra ébredtünk ilyen hajnalban, hogy így félig belógó fejjel benéz a kocsiba egy ló. És tudod, én böködöm viccet, néz fel, és mi jó? Jó volt. Na, most relokálódnom? Gondolom relokálódnom, igaz? Mert a kedves családom vannak a zajra, brb. Oké, nátezett munkások csinálják, így van. Azt mondja, hogy például szóval, most mikor van? Most van, igen. Hidratáljak, jó. Umarolcsokat fogok inni. Ugyan most már tegnap ugye megjött a vihar, kb. Pont azzal egy időben, amikor hazajöttünk, kicsit olyan feeling is volt, hogy na, hazajöttünk, és itt szaridő van, ahol nyaralunk, ott jó. Tudod, amikor összekötöd azt, hogy egy jó helyen vagy, és jól érzed magad, és itt jó idő van, és ezt akkor hazajössz a helyre, ahol dolgozol is többek között, és és már rossz idő van. Azt mondja, hogy mentsek, jó. Te korodban biztos nehéz sátrat állítani, igen, bocsánat, muszáj volt. Hidd el, hogy azért... Azért Morningwoodom olyan, hogy több szintes sátort rá lehet rakni. Na, jól van.
Azt hiszem, Náda Janikó. Oké. Vagy a nádi poszálták. Ló volt? Igen. It was low. Na. Azon gondolkoztam, hogy mutassam-e nektek az úti filmet. Az egy laza fél óra, de természetesen azt is úgy mutatnám, hogy közben itt vagyok, és akkor tudunk beszélgetni, meg kommentálni, meg egyéb. Mert hogy csodálatos dolgokat fotóztam, videóztam, és akkor úgy, aztán jól közöttem a reggel, lefogadnak a terrorotorról kb. 10 tévét, amikor kiderült, hogy nem is a mi raktánkba kellett volna hozni, a sofőr arca színváltós lett, mennek néha kavarások itt, és ez szép. Pakoljátok le itt. Legutóbb az F-foton sátraztam, minden második sátorban kúrtak, ez nagyon furcsa volt. Nem furcsa az, hát Jézusom, hát az a furcsa, hogy te nem. Na, oké, hadd nézzük, ez jött le, tehát akkor én ezt nagyon-nagyon szofisztikáltan VLC-ben el fogom indítani, és akkor leszedem az én fejemet onnan, hogy ez ne látszom most, mert az most nem kell, és akkor ezt így kivigyózom, és akkor elindítom. Lehet, hogy néha bele fogok beszélni, de alapvetően szerintem beszélek én ott eleget, meg történnek a dolgok, de itt vagyok közben cseten, és akkor nézzük együtt, meg lehet kommentálni, meg én is mondom a tutikat, jó? Megígértem, hogy mutatok a nyaralásról úti filmet. Ebből igazából inkább csak ilyen kis filmecskék összefűzése lett, amikor éppen eszembe jutott elővenni a kamerát. Minden esetre ugye egy hétig Kővágörsön és a Káli-medencében és a környékén, meg például az oda közeleső partokon és főleg a vízben voltunk, mert végig iszonyatosan hőgúta volt. Aztán pedig hazafelé egy picikét még mutatunk majd mást is. Na, hát akkor ez itt a nyaralás bézéjék módra. Halljátok ezt a semmit? Teljes csend, érted? Mekkora jó ez. De azt szeretem, hogy a Mini is mosolyog. De itt, így mosolyog a Mini. Ellenben, amikor még a ház is mosolyog. Hát az milyen édes, nem? Igen, hogy vagy a pálinkával, kedves picúr? Utálom a pálinkát egyébként, vagy nagyon nem. Ehhez szépen képest, mi ez? De ez nem, tehát ez... Én hozzá vagyok szokva hozzá a pálinkahoz, ami a hanyfokos. És ez nem, ennek a megszólal benne a rizsli. Jó, de is sajnálom. Na akkor, ezt most hajtsuk fel. Szia miniatűr. Én biztos nem húzom le, de... Oh yes. Azt jó. Nos, ez itt a Káli vendéglőben a pandúrleves, viszont a pandúrleves gyakorlatilag, már persze így is tökéletes, de semmit sem érne, ha nem lenne mellette egy kis halál. Na hát az van, hogy megettem, de meghaltam, soha ilyen jó halálom nem volt még. Gyerekei, a csillagokat látok. Cica. Szép. Cica. Gyere, 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 kutyóka. Storomból. Milyen koszos, nézd meg a farkát. Rohadt koszos. Cica. Szomorú szamuráj. Az van, hogy még Kővágörsön is nagyon sokat gondolunk rátok. Például... Majd, ha sajtot látunk, azt is mutatjuk. No, hát kijöttünk a strandra. Nagyon-nagyon picike strand, az egyik kedvencem. Sajnos
az egyetlen büfé az most nem működik. Két nagyon-nagyon öreg, hát egy bácsi meg egy néni csinálta, de mióta gyerek voltam azóta, és tavaly már nem voltak. Nagyon remélem, hogy megvannak, és nem az volt, hogy konkrétan a büféből haltak ki. Viszont sajnos nem működik a büfé, de akkor is, tehát mutattam a hatalmas tömeget, ami itt a strandon van, és ezt szeretem én ebben az egészben. Hát ami meg a másik poén, hogy kijöttünk strandolni, és a mini elaludt. Amikor úgy kéred a lángost, hogy legyen sokkal fokhagymásabb annál, mint amilyenre gondolnának, hogy te olyan fokhagymásra gondolsz, akkor még a kis számla is így jön ki. Na, hogy ketté nyílik előttem a víz, az is biztos. Amikor kiiszod a Rév büfében a sört, akkor jössz rá, hogy az aljára, a pohárnak az van odaírva, hogy vér! Na, hát vízi viking természetes közegében ezt már szeretem. Konkrétan, hát szerintem erre vártam mondjuk az a két éve. Ugye tavaly volt egy negyed óránk a vízben. De igazából az statisztikai hiba határ. Na de most, egy hétig. Flöty, 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 azt szevasz. Egyébként egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon picike kis strandocskán vagyunk. Ez azért szeretem, mert itt tényleg így kb. Soha senki nincs. Tehát most is van, vagy hát szerintem ilyen tizen pár ember. Így ennyi. Ugye Szepezden vagyunk most, és amikor gyerek voltam, akkor párszor voltunk itt, mert apunak volt beutalója a szotüdülőbe, és akkor ide jöttünk le mindig erre a picike kis strandra, és ott volt egy már akkor is viszonylag idős néni meg bácsi, akik voltak a büfések, és hát ez volt mondjuk 84-56-ban. És ahhoz képest most így 2021-ben, na jó, most ugye már nincsenek itt, viszont két éve még itt voltak. És olyan öregek voltak, mint a föld, és emlékeztek ránk, és ugyanúgy kis ásceruzával irogatták be a kis kockás lapokra azt, hogy ki mit kért, és adták össze az összegeket, még minden hihetetlen édesek vannak, voltak, és nagyon remélem, hogy igazából csak annyi van az egész dolog mögött, hogy már nem, már öregek ahhoz, hogy csinálják ezt az egészet, de nagyon remélem, hogy még élnek és egészségesek és boldogok, mert nagyon kedves népek voltak. Hát egyébként meg integessünk Hénárral. Szóval itt állunk az északi parton, és az ott szemben értelemszerűen a déli. Én egyébként gyerekkoromban mindig is déli parti voltam. Méghozzá Balaton szárszói, amit be tudunk azonosítani úgy, hogy az ott Tihany, ott majdnem összeér, persze az egy jó kilométer, de az ott már Szántód. Szántód mellett, ott ahol van az a két nagyobb épület, az két hotel egyébként, az már Földvár. Aztán arrafele az nagyjából kb. Szántód. Mármint ugye Szárszót akartam mondani. Szárszó, Szárszó, Szárszó. De hát Szárszónak is egy a vége. Még jó, hogy nem ott nőttem föl, érted? És ezek után basszus azt mondom, hogy Szántód. Pedig Szárszó, Szárszó, Szárszó. Na, ennek a közjáték ...nak ez lesz a zárszója. Aztán az már Szemes, Lelle, Boglár, és aztán az ott már Fonyód, és így tovább. Szóval, hát itten vagyunk. És akkor most zen perceink következnek, hallgassák önök.
a megnyugtató hullámverés hangját. Na jó, néha belemegy, hogy apa... Attól még zen. A helyzet az, hogy vásároltunk egy ilyen kis kézműves sört, ami a Hybris nevű hát márka terméke. És ha már egyszer Hybris, akkor a meggyes sörüket úgy hívják, hogy műgy. Nem tudok napirendre térni. Komolyan 10 perce vettük azóta ezen röhögök, és egyébként tök jó. És az összes többi mi volt? Még bűza? Bűza volt, meg... Nem tudom, csűrűsznyi, nem tudom, de bár minden ilyen volt. Itt a borzalom. Szóval majd én is iszom ilyet, csak ugye most vezetek. De hát, Atya Isten, egyébként van mellette, én most ilyen bodzavirág spriccet iszom. Egyébként most a műgytölet. Fasz meg! Na mindegy. Szóval eltekintem a műgytől, egyébként ez egy rohadt jó dizájn, és nem ez a túltolt hipster szar, meg hát ugye végre nem az, amikor lóbányai villámgyors, címer, búza. Nem bírtuk ki, és a tegnapi Hybris sörfőzdétől megvettük a műgy társát, ami nem más, mint a... Műlna! Hogy mondják a magukért? Kacsák! Nem tudok kacsául. Borzalmas. Az ott külön utakon jár, ezek meg együtt. Ezek járnak szerintem. Nem tudom, az két ugyanolyan nemű. Az lányok. Igen. Propagálnak. Cirkumveniálnak? Igen. Hopp, rendőrmotoros, ezért olyan sebességgel húzott ki, gondolom kapott most valami hívást, hogy valakivel baj van. Konkrétan megy, mint a messzes. Na hát ilyen az én seggem, megmutatom. Ez itt a seggem, ez a fejem. Segg, valakit érdekel? Segg, tessék. Lábamat is megmutatom, de a lényeg a segg. Ez a fejem megint, és segg. Köszönöm szépen, seggtiszteltetés volt önöknek megmutatni. Konkrétan ezek eljöttek be az meg a vendéglőbe, és focit néznek laptopon online, miközben zabálnak. Beszarsz. Hány éve tetszik várni erre az alkalomra? 6 éve várom, hogy ez megtörténjen, és ez... A libamáj. Ez 50 deka libamáj. Ja igen, 50 deka libamáj óvatosan, és tessék figyelni az arcot. Boldog kisgyerek az óvodában. Na hát ennyi, szóval ezért érdemes élni. Na jó, meg egy picit a pandúr levesért. Milyen volt Minike? Olyan boldog vagyok. Olyan nagyon boldog. No, hát ilyen a szállásunk felkelés után, szóval semmiképpen nem mondanám azt, hogy uralkodik a rend, de hát na, ez itt nem arra való, hogy mit tudom én, császári fogadásokat tartsunk, hanem arra, hogy legyünk. Egyébként akkor már megmutatom a főtelszobát is. Ez a főtelszoba, oda szoktunk szarni, itt szoktunk főteni, néha megfordítjuk, akkor nem jó. Őt Inga, a
mindenképpen pakol. I will do that. Just enjoy the day or something. Okay, whatever. Ez itt Minike természetes környezetében. Mutassuk meg, tehát, hogy dohány, energiaital, Cannibal Corpse. Nem akármi. Kobra. Úristen, gyerekek, jó? Legfinomabb, amit valaha legyártott az emberiség, komolyan. Ez, fú, bazzeg, hát ezzel... Jó, olyan világít, nem? Ezzel beindul a DeLorean. Aztán most itt reggeliztünk, mert hogy... Mert hogy a kisházikó előtt nagyon izé volt, nagyon meleg volt, de egyébként kívülről így néz ki a kisházikó. Ez egy paplak volt régen, de már nem. Most már istentelen emberek laknak benne, például én. Mutasd, hogy minden rendben van. No, hát kérem, szépen belestünk a turista csapda kellős közepébe, Tihanyban vagyunk, és az ott, az az a Balaton, ami természetesen nem létezik, mint tudjuk, tehát ez itt egy illúzió, amit ti láttok innen föntről, az pedig egy ilyen gőzhajószerű izének az illúziója. Tessék. Na, nagyon nagyszerű, de ez nem létezik. Tehát, mint tudjuk, ez egy völgy. Ez egy kék völgy, amibe bemehet sétálni, azt jó lesz. Ennyi. Ugyebár nemrég ettünk, vagy ittunk müggyöt, meg mülnát. Ez meg most mörk. Fröccs, mörk fröccs. De nagyon finom van, mert ubi. És a hajam is. Az főleg nagyon finom. Blüb. De egyébként van bálnás mörk is. Én pedig vezetős, ezért hiszem, mi ez... Schnitzelbot. Szörpikét. Tehát nézzük meg, hogy mivel illusztrálják itt Tihanyban azt, hogy a közelben WC található. Annyira magáért beszél, annyira. Itt van még egy hely, amit nagyon ajánlok mindenkinek, persze most egyelőre csak a kocsikat látjátok az egészben, de alapvetően Tihanynak a csücskében vagyunk, tehát az északi part, az az északi part, és itt indul el a Tihanyi félsziget, és egy ilyen nagyon pici úton lehet ide bejönni, ez az úgynevezett sajkodi hát kis strand, és ha megnézitek, rögtön itt kezdődik a hegy, meg az erdők, meg minden, arra már a víz van, és mindjárt beérünk a strandra. A strand mellett ezek az igazi ilyen régi kaják vannak, ami tényleg mondjuk mint olyan 30 éve voltak a balatoni kaják, még a kajádák is ugyanúgy néznek ki meg minden. De egyébként nézzétek, ja, meg is mutatom, hogy hol vagyunk, jó? Tehát alapvetően, bár ezen lehet, hogy nagyon nem is látszik, de minden esetre ugye itt van Tihany, így ez, és mi itt vagyunk. Tanni. Szóval iszonyatosan jó kis hely, de tökre nem az a tipikus balatoni strand, hanem tényleg gyakorlatilag a hegy és az erdő alatt, és rögtön a pici parton nagyon kis kedves, majd mindjárt mutatom a továbbiakat. Ott az íj. Málcájt. Kérem szépen, ez a klasszikus úgynevezett strandburger, ami ott szottyan a sajt szikkad az alján ki. Ez az, ahogy 30 éve is ettük. Ez pedig az igazi ilyen menzás gulyás, de konkrétan, tehát még az íze is, a hústartalma szinte nulla, de nagyon nosztalgikus, és természetesen jár hozzá a csoda. Két slájfni kenyér, aztán akkor szevasz. Na szóval, ahogy mondtam,
Ez itt szerintem a Balaton egyik, hanem a legszebb picike kis strandja. Ez a Sajkodi strand belülről. Mert na, nehogy beosztom a kamerát, mert legfeljebb beejtem. És ugye az ott az északi part, tehát valahol arra fele vagyunk alapvetően a hét többi részén. És eljöttünk szépen ide így, ez itt a kis könyöke Tihanynak, és erre indul Tihany, és ugye tényleg az a baromi szép, hogy konkrétan tényleg itt a hegy szakad bele a vízbe, meg az erdő, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak eleve. Szerencsére eleve egy nagyon-nagyon pici út vezet ide, amit nagyon sokan nem is tudnak, nem is nagyon jelölik egyébként. Szóval van pár ház, két büfé, azt szevasz, és tényleg ott úsznak a kacsa állatok, meg minden. Nyugalom, békesség. Na ez kell nekem, ez. Szóval ezt a kis strandot, meg ezt az adag vizet kérem otthonra. Hát így. Na tudom, hogy azt mondtam, hogy hüde marha sokat fogok majd videózni, meg csinálok úti filmet, meg nem tudom én mi a tüdő. De az van, hogy konkrétan, megmondom, hogy szerintem nem csináltunk sok mindent a nyaralás alatt, hanem pihentünk. Iszonyatosan ránk fért. Nagyon-nagyon-nagyon ránk fért. És éppen ezért nem mondanám, hogy majd szerintem így a vége az hűde nagyon mi a fene, hogy hűde nagyon ilyen vicces és sűrű lesz ennek a kis úti filmnek, de azt mindenképpen jól fogja dokumentálni, hogy mennyire irtózatosan chill volt ez a nagyon rövid kis hét, de borzalmasan hálás vagyok, hogy egyáltalán ennyi így lehetett. Szóval, aki tehetett róla, vagy érte, vagy ezért annak köszi. Hát akkor szerintem ezt a látványt egy picit itt hagyom. Hát, na ti aztán rohadtul hiányoztatok a fiesztával, meg az egy filléres lakossági diszkóval, ez meg új gazdag rohadékok. Blech. Süllyedni. No hát most következik az vicánál, ami minden itt töltött nap, vagy hát időszakban egyszer elő kell, hogy forduljon. A kacsa elpusztítása. Mutattam az első fázist, a megfigyelés és kipoltolózás. És most csak nézem, és várom, hogy egy picit kihűljön, meg várom, hogy a többiek is kapnak enni. És akkor itt van az a rész, amikor elkezdem késsel villával megpróbálni. Igen, tehát ez a kultúr része a dolognak. Kultúráltan késsel a villa, ez mindjárt elmúlik, igen. Perc, igen, fogja a kacsát, de a krumplit még mindig késsel villával fogja érni. Most tehát látjuk, hogy megbomlik a textúrája, elkezdi elveszteni kacsa jellegét. A krumplit még mindig villával lesz. Az is eltűnik majd. No, hát itt vagyunk a Káptalantóti Liliumkert biopiac kellős közepén, és ez állítólag lángos. Na most ez nem az, természetesen, de hát ilyen lángos szerű dolog, igazából az inkább ilyen pizzatészta. Nem, ez lángos tészta, csak dolgokat. Össze van nyomva. Hát meg nem olajba lett kisütve. De serpenyőben. Hát serpenyő, de nem olaj. Tehát nem az az futtyolaj. És ez pedig, ez is lángos, csak ilyen másik fajta, és akkor ilyen medvehagymás baszban.
mi megmerítkezel, és aztán akkor finom lesz. Na, ilyeneket eszünk, és közben 34 kifaszott fok van, és 1000 millió ember, és fölforr az agyunk, és gyűlölöm az embereket, és föl kell mindent robbantani a cibe. Ezt akartam mondani, boldog nyaralást mindenkinek. Igen. Én akkor is nagyon élvezem. Utálom az embereket, meg a meleget, viszont tök jó itt akkor is. Szóval igazából bocsi, az a helyzet, hogy tényleg nem volt olyan túlzottan informatív most ez az egész dolog, meg nem is volt benne mondjuk olyan nagyon-nagyon sok vicces pillanat, meg ilyesmi, mert igazából ezeket inkább megéltük ahelyett, hogy mondjuk azzal szórakoztunk volna, hogy várjál a viccességgel, és akkor most előkapom a kamerát. És ez így volt jó, nagyon-nagyon kellett nekünk ez az egy hét, és baromi kevés volt. Szóval egy csomó mindent nem dokumentáltunk, például azt sem, hogy a csillagokat bámultuk, meg a hulló csillagokat a kőtenger kellős közepén barátokkal, meg egy csomó hihetetlen nagy tényleg röhögést, meg még egy csomó strandolást, meg mászkálást, meg borkostolást. Szóval most inkább rámegyünk pár olyan pillanatra, ami hazafelé történt. Aztán akkor, hát nagyjából ennyi volt a nyaralás. Hölgyeim és uraim, csodálatos pillanathoz érkezett a BZ Music csatorna, és Magyarország szívcsakrájában, Magyarország napjában, Magyarország napfoltjai között az egyetlen igazán fénylő, urán dúsító helyen vagyunk. Nem sokára beérünk ugyanis Felcsútra, és nem mást fogunk csinálni, mint a nemzetközi, sőt, ultragalaktikus dohány nagyhatalom kellős közepén a Felcsúti dohányboltban fogunk Ricának cigarettát vásárolni, és közben remélem, hogy megérezzük egyrészt Magyarország és Európa vezető csillagának, valamint a Zuckerbergnél is okosabb gázkazán szerelőnek egy illat molekuláját, ami még itt kering Felcsúton ránk várva, és ezt belerakjuk az orrunkba. Ez történik, majd megmutatjuk mindjárt, hogy milyen egy igazi Felcsúti népnemzeti dohányból. Remegek, picikét már folyik a kakilé, nagyon, nagyon csodálatos lesz. Én akarom, tartsatok velünk. Ott van a stadion, bár ugye amennyire fontos, az inkább lehet stadion, és nem sokára találunk, itt múltkor legalábbis itt volt egy népnemzeti dohánybolt, Puskás Akadémia, nagyon fontos, és a népnemzeti dohányboltászati egyesület. Majd, de én akkor is ezt veszem. Szia, Bézi! Hello! Nemzeti dohány. De most egyetlen nyitva van-e például, ez jó kérdés. Hát kérem szépen! Fodrászat zárva, és a nemzetközi dohánybolt is zárva van. Nem hiszed el. Nem hiszed el. Hogy lehet? Hogy lehet, hogy a nép középpontjában? A lottozóban nincs dohány. Szóval eljön fodrászat, de akkor már hát nézzünk be. Itt ez a parkoló, tehát ez a parkoló szerintem nagyobb, mint Felcsút. És hát itt mennek be játékosaink Mboro Gumburu, Zlimskiski és John Smith, a híres magyar focisták. És kurva dohány az meg nincs. De Traubi ABC Y-nal. Milyen magyartalan dolog ez? Felnégyelni. Na jó, hát akkor viszont megyünk tovább, és veszünk dohányt máshol. De azért érezzétek át ezt a hangulatot, azt az emelkedettséget, amit mi is érzünk. Akkor ott meg tudod, mi található? Hát a mester szülőháza, népünk ágyéka. Na jó van. Itt van ő Igor. Ő vissza eredeti cicája, aki azért maradt itt Anna völgyön, mert hát nem fogná föl, hogy hova tűnt a kert. Igor. Igor a kis grampika. Imádom. Most grampikodik. Imádom. Ő így egybe. Megmutatom egybe távolról. Igor, mondjál valamit a közönségnek. Édesem. Dorongol közben. Igen, hát kis rottyadék, hát megzabálom. Imádlak. 1800 éves. Igen. Márma! Visszaadom anyámnak. Igor, babá. Istenem. Könnyű lettél. Istenem. Hány száz éves? 17.
És a macska... Hát még mutatok pár macskát, mert hogy ugye itt, amiről jön vicc a szüleinél, így van 800.794.628 darab macska, különböző konfigurációkban. Nagyon-nagyon kis kukacok. Szia neked is! Hello! Én most nem hoztam kaját, ne haragudjatok, mert bunkó vagyok. No, amíg nem látja, gyorsan megmutatom Vicca gyerekkori szobáját, Anna völgyön. Ez itt egy padlás szoba, éppen ez most kurva meleg van. Ott az ágy, ott a feljáró. Kint fityorognak a állatok. Természetesen egy csomó ilyen Star Wars-os dolog mindenhol. És ez például itt Vicca egyik rajza. Most persze minden beletükröződik, de azt megmutatom, hogy ez a rajz az úgy működik, hogy ilyen picike kis vonásokból áll össze, ilyen nagyba. És tök nagy, tehát hogyha megnézitek így mondjuk az ajtó mellett, akkor látszik, hogy mekkora. Hát ez meg ugye itt ilyen millió kis emlék, amiket ide rakosgatott. Persze van bétes, pléites is, meg mindenfene. És hát egy csilliárd mindenféle csetresz, amit majd egyszer elviszünk, hogyha lesz egy nagyobb lakásunk Bécsben, de hát addig ugye itt figyelnek, de tényleg a kis táblától kezdve az afrikai nyavajáimtól, a velencei maszkomon át, igazi eredeti régi újság, kivágás, meg mindenféle. Persze egy csomó macskás dolog, tehát macska, Star Wars, macska, minden. Itt nőtt föl az én drága minim. No hát nagyjából ennyit videóztam, az összes többit azt megéltük. Szóval megint itt vagyunk Bécsben, ami gyönyörű hely, meg szép, meg minden, de én vissza akarok menni, és mászkálni, és bort inni, és beleszüttyedni a vízbe, és szabadságon lenni, és na mindegy. Minden esetre legalább itthon vagyunk megint, és lehet újra streamelni nektek. Szóval, hát ennyi volt a kis bemutató, vagy ilyen, nem is tudom, inkább ilyen kis highlightok, vagy nem tudom. De akkor térjünk vissza a mához, és a mosthoz. Szóval, sziasztok! Na, hát így. Ez volt a jó kis útifilm. Ennyi volt a room tour. Szóval az a helyzet, hogy tényleg egy csomó minden volt, amit tényleg nem vettünk föl, mert éppen inkább megéltük, de hát most ez van. Aztán ennyi, akarok visszamenni. Kész. Szerintem azt leveszem ezt a fülest magamról, mert most nem kell. A highlight a homiból csöpögő zsíron megcsillan a napsugár. Például egyébként. És volt ugye ilyen. Na de bézé, szomorú a vége. Hát szóval, tudjátok milyen szar eljönni, amikor végre? Tulajdonképpen a tavalyi három nap az ugye, mint a meg se történt volna. És akkor azt mondom, hogy 2 év után végre elszabadulsz egyetlen egy hétre. És pont mire megszoknád, hogy nyugi van, akkor jössz vissza. Na mindegy, megyünk még, jó lesz, most már úgy döntöttem, hogy jó lesz. Meg egyébként van egy olyan nagyon-nagyon pici tervünk, hogyha összejön, mert Vicának van egy csomó szabadsága, és nekem meg egyébként valaki dohányzik az ablak előtt, és valami olyan kap a dohányszív, hogy embertelen. Ezt megnézem, már egy picit, moment, borzalom. Jó. Már pont nincs itt, de ez borzalmasan büdös volt. Na mindegy, szóval, jaj! Na szóval most van egy olyan terv, hogy
ha nem is egy egész hétre, de hogy valamikor szeptemberben, mondjuk egy hosszú hétvégére még eljövünk ugyanide, mert ugye annak idején úgy indultunk el nyaralni, hogy hát pont nem lesz hőgúta, és éppen nem csak a Balatonban fogunk majd ázni, hanem akkor tényleg több helyre elmegyünk, meg elmegyünk a Nagykőtengerbe, meg elmegyünk több borkostolóra is, meg ide-oda mászkálni, és hát aztán a vége az lett, hogy tényleg 30 ezer fokok voltak, tudom, túlzok, de hát jobb majd velébb, mint a holnap kettőt túlzok, és a lényeg az, hogy hát a nagyon nagy része a nyaralásnak a vízben telt, nem mondom, hogy ez szar, csak szar, éppen ezért mondjuk kevéssé volt a dolog informatív, és most akkor azt tervezzük, hogy barátainak lenyúljuk az autóját, és valamikor mondjuk ilyen szeptember közepén elmegyünk egy hosszú hétvégére, de akkor természetesen majd azt is dokumentáljuk, nagyon drukkolok, hogy sikerüljön, drukkoljatok ti is. Na! Azt mondja, hogy szuper volt, de akkor itt nem hallod, mit írunk. Most gyújtottam rá, oké. Okay. Most már értem én a macska imádatát, igen. Ha úgy adjuk szabadság, akkor nos felénk is lehet jönni. Sir, yes, sir! Egyébként az van, hogy az teljesen hihetetlen, hogy hogy működik itt a szabadságolás. Ugyanis ugye Magyarországon ez úgy működik, hogy van, ha jól tudom, akkor valami 22 vagy 23 nappal indulsz, hogyha ilyen álláskezdő vagy, tehát hogy mondják ezt, szóval ilyen jó, tehát hogy ha kezdő vagy, meg fiatal, és ahogy mész előre, meg egyre több ledolgozott éved van, akkor ugye kapsz egyre több napot, és itt alapvetően kapásból hozzád vágnak 30 napot évente, amit ráadásul görgethetsz akár 3 évig, és éppen ezért, hát, és az ugye 30 munkanapot jelent, ráadásul egy csomó mindenre adnak olyan kedvezményeket, hogy például mit tenni, temetésre kapsz 2 napot, akkor minden évben kapsz 2 napot költözködésre, még akkor is, ha nem költözködsz, akkor azt mondod, hogy most lakást újítok föl, vagy nagy takarítok, vagy valami, de azt is akkor el tudod erre használni, meg ugye, mit tudom én, házasságkötésre, meg mit tudom, ez az amaz. Tehát például, amikor most apu temetésén voltunk, akkor azt neki nem kellett külön szabadságként kivenni, hanem megkapta. Aztán akkor ugye majd ősszel, hogyha költözködünk itt Bécsenből nagyobb lakásba, akkor abból is, tehát azt tervezzük, hogy egy hetet előtte kivesz vica, meg egy hetet utána, tehát konkrétan a költözködés előtti és költözködés utáni hetet kiveszi. Egyrészt, hogy így előtte tudjunk rendesen dobozolni, meg szortírozni, meg ilyesmi, utána meg rá lehessen pihenni a dologra, meg egy kicsit tudjon rendezkedni, kipakolni, és abból is például az eleve nem kétszer 5 napot, tehát nem 10 napot kell kivennie, hanem csak 8-at, mert hogy 2 az neki pluszban jár. És ez gyakorlatilag annyit jelent, pardon, zuhanyoznom kellett egyet, ó, hát ez felháborító. Szóval ez úgy néz ki, hogy akkor ugye eddig ő kivett gyakorlatilag 5 napot a nyaralásra, és kivesz majd még 8 napot, mert ugye akkor 2-t nem kell a költözködésre. A hosszú hétvégét azt majd megoldjuk úgy, hogy mondjuk a pénteke az egy olyan pénteke legyen, ami a mozgó szabad napja. Tehát arra nem kell, akkor ugye tartunk 13 napnál, és van összesen 30 továbbra is, mondom. Tehát az van, hogy ha mondjuk 2 ünnep között, még nem is tudom, hogy dolgoznak, de mondjuk ha a legrosszabban és hogy végig van 2 ünnep között a munkahelye, akkor is, hogyha azt kiveszi, és mondjuk arra rászámolok 5 napot, akkor ugye még az is csak 18 nap, tehát konkrétan 12 napot egy az egyben el se tud használni idén. Szóval éppen ezért még azt is terveztük, hogy majd így január vagy február folyamán, ami ugye így a legdepressziósabb időszak ugye a világon, mert akkor letelnek az ünnepek, letelik a szilveszteri és nagy fogadkozások, mit tudom, ilyen nagy bulik, akármi. Ugye már nincs forralt boros, meg puncsos pult sehol, meg vidám emberek, meg földíszített utcák, hanem egyszerűen sötét van, meg nihil, meg hideg, meg depresszió. És azt mondom, hogy jó, ha egyébként is marad 10x napja, akkor azt fogjuk csinálni, hogy azt, vagy abból legalább mondjuk egy hetet arra fogunk fordítani, hogy itt valahol Ausztrián belül elmegyünk valami
Hát most az ilyen jól hangzik, meg ez divatos, hogy wellness-ezni, de igazából nem ez a lényeg, hanem elmegyünk valami olyan helyre, ahol kb. Tényleg semmit nem kell csinálni, csak szottyadni valami íze, valami vízben, és közben az ablakon keresztül nézni, hogy az Alpok fölött mit megy le a nap. Remélem persze, hogy összejön, hát nagyon sok minden lehet, még addig delta, meg omega variáns, meg mit tudom, minden lószar, de most egyelőre az a terv, hogy igenis, tehát egy ilyen szabadság alatt rájön az ember arra, hogy rohadtul ez az értékes, igenis, és a megélt élmények az értékesek, nem az, hogy mit gyűjtesz magad alá, és hogy arányból van-e a rajzra össze a segged alatt, hogyha közben csak munkában jársz vele, és idegeskedsz, és szétesz az ideg. Szóval, és meg kellenek, tehát ez olyan, mint az izom, tehát az, hogyha folyamatosan megfeszítve tartod az izmot, akkor izomlázas lesz, meg tönkre megy, meg minden. Igenis ki kell engedni néha, és menni, és pihenni, és ha megteheted, hogy elmenjél valahova, akkor elmész valahova. Ha nem teheted meg, akkor fogd magad, és vedd ki a szabadságodat, és csak otthon mászkálj, sétálj, ne nézz rá a munkára, kapcsolt ki a különböző kütyűidet, állítsd be out of office reply-t az e-mailre, és hagyjon békén mindenki, mert ez baromi fontos, ezt lehet tanulni. Ebből a dologból. Na, hullottság nézésre jutott eszembe, mi tartottunk két távcsöves bemutatót, ahol néha pont látszott a távcsőben, hogy elhoz egy-egy hullócsillag. Jaja, egyébként mi is barátokkal volt, mert hát együtt is voltunk kint a kis kőtengerben, ami ugye kövegősnek a határában van, tehát gyalog oda ki lehet sétálni. És hát ott vannak ilyen kedvenc szikláink, aminek a tetején hol ülünk, hol fekszünk, hát hol valami teljesen más csinálunk, de az megint nem a csatorna témája. És ott szépen barátokkal kimentünk, fölfeküdtünk a sziklára, bámultuk a csillagokat, ugye ott már gyakorlatilag alig van fényszennyezés, tehát tényleg úgy látod a csillagokat, ahogy senki más. Tehát igazából persze mondjuk ezt nem vettük föl, mert most ez telefonnal rögzítve az égvilágon semmi nem látszik belőle. Ha az Instámra fölmentek, akkor ott két ilyen nagyon-nagyon wannabe fotó van, amit hát ugye telefonnal próbáltam csinálni, de na... De szóval azt is néztük, láttunk is hullócsillagot, többet is kívántam, meg mindenki más is kívánt, meg ilyesmi. Szia Bence, azt mondja, hogy pályakezdő, igen, életkor alapján mondom, ledolgozott nem, mint a szabadság. Ja, de szóval az a lényeg, hogy itt így, plusz mennyi ünnep van, nap van itt, hát rohadt sok, nagyon sok. Hú. Na, azt mondja, hogy de azt mondja, hogy egy nap költözés felújítására éven, tehát az is egyel több, mint a nulla. Ja. Azt mondja, hogy mi nem vihetjük át jövőre például ha maradna is. Hát igen, ez mondjuk szar. Azt mondja, pöppödöppödöpp, német ajkó fiatalember dolgozott nekünk, neki már akkor 30 nappal tudott rendelkezni. Igen, hát ja. Vicce, láttam az új Star Wars anime trailert? Nem. Azt képzeljétek el, hogy Vicce nem látta, azt hiszem a legeslegutolsó Star Wars nagy filmet sem. És semmelyik sorozatot a Mandalorianon kívül. Mert igazából... hát pontosan azért, mert hogy annak idején fan volt, és megpróbáltuk, elkezdtük nézni ezt az új trilógiát is, és az első kettőn iszonyatosan fölcseszte magát szegény, azt a harmadikat meg sem nézte. Robin Hood, szia neked is! Azt mondja, hogy először egyek német ajkú, de hát az német nyelv, az gyerekek, az nem szép. Na mindegy. Na, fú. Most így az a durva, hogy közben így néztem a izét, néztem a videót, és egész tehát egy borzalmasan furcsa érzés volt az, amikor például a vízben videóztam, és ott a kezem volt a kamera, és nem magamat mutattam éppen, hanem így körbe mutogattam a vízben, és ott így csobogott az egész, meg minden, és olyan érzésem volt, basszus, elkezdett bizseregni a bőröm, mintha benne lennék a vízben, annyira durva, hogy ennyire tudok vágyni valamire, és nekem ez az egyik legfontosabb dolog, ez a természetes vízben levés. Nagyon-nagyon szeretem. Németül szerelmi valamás is, mint egy műszaki kézikönyv. Itt az egyik cimborám röhög azon mindig, amikor én így annak idején elmondtam neki, hogy hát tudod, a ti nyelvetek az ilyen tiszta bipoláris,
Tehát vagy Nanci, vagy Zi, mert hogy tehát kétféleképpen beszélnek, ugye az egyik az az, amikor ilyen nagyon erősen Ausratieren, bombardieren, kranken, vágen, mit tudom én, és a másik, amikor mondja, hogy und plötzlich ein bütchen, und ein schmetterling, jó, és hogy középen nincs, tehát nagyon, és ezt mondja mindig, hogy ja, hát mi vagyunk a zinát, na mindegy. Oké, azt mondja, hogy Loki sorozat kinek hogy tetszett, vagy hogy nem, hát na a Loki sorozat kapcsolatban, a Lokival kapcsolatban nekem egy picit ugye speciális a hozzáállásom, mert hogy Vicának az egyik ilyen nagy, ilyen kölyökkori crush-a a Loki, és még csak nem is a színész, aki játsza, hanem a Loki, tehát ahogy be van öltözve, meg el van maszkírozva, meg mit tudom én, és így gyűjtögette így a fotókat, meg a gifeket, meg a videókat róla, meg izé, én hülyét kapok az ilyen crush-olásoktól. Na mindegy, és de azért végén csak engem választott, vak, szegény, na mindegy, de és akkor hát éppen ez így megmaradt benne persze ez a ez a Loki idolizing, és belenézett a izébe, belenézett az első részbe, és mondta, hogy ez akkora baromság, hogy ezt nem nézi tovább. És mondjuk egyébként teljesen egyet is értek azzal, hogy amit ő is lát ebbe az egészben, hogy ugye túl van tolva már ez az egész Marvel, és mindenki szuperhős, és millió alternatív univerzum, és mind, szóval ilyen túl hype-olt, túl megtekert dolog az egész. Szóval éppen ezért így itt van a sorozat, és streamingen meg tudnánk nézni, de igazából ő megnézte az első részt, és mondta, hogy hát ezt valószínűleg nem fogja nézni tovább. Oké, egy futballcsapat, nem, de. Bézze jobban lő ki. Jó, ez megint 18 plusz. Loki mini képregény is elég furcsa. Nem volt hozzá szerencsétlenségem, és ez maradjon is így. Viszont közben egyébként, iszonyatosan sokat olvastam nyarással. Ú, gyerekek, annyira jó volt, és megint csak a teljesen anonim módon nagyon-nagyon-nagyon köszönöm annak a csodálatos embernek, aki fogta magát, és mikor azt mondtam, hogy elpusztult az könyvolvasóm, akkor egyszer csak fogta magát, és még vett egy tokot is a saját régi olvasójához, ami tökéletesen működik, majd becsomagolta és elküldte nekem, az illető nézi a streamet, és borzalmasan hálás vagyok ezért, mert hát én tényleg iszonyatosan sokat olvasok, nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosak a könyvek, az is egy ilyen másik világ, ahova így el lehet menekülni, és persze már izé alatt nyaralás alatt ugye nagyon nem akartam menekülni, de hát egy csomószor volt olyan, hogy éjszaka van, és annyira jó neked, hogy így nem akarsz igazából még elaludni. Baromi sokszor volt olyan, hogy szépen kimentem a verandára, a csillagok alá, és olvastam vagy 3 órát még éjszaka helyett, hogy aludtam volna, és irtózatosan jól esett, és megint rá kell jönnöm. Itthon is olvasok sokat, de rá kell jönnöm, hogy még többet olvasni, mert ez egy nagyon jó dolog. Na, jól van. Figyelj, én azt mondanám, hogy én most azért fogom lenyomni szépen lassan ezt a streamet, mert van egy csomó dolgom ma még, miket olvastam, most újra olvastam dolgokat egyébként. Egyrészt Paul Andersonnak az Orion Will Rise című regényét, ami magyarul azt hiszem, hogy az Orion felszáll, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és igazából nem keverendő össze a régi Orion űrhajó sorozattal, tehát ez egy iszonyatosan jó, ilyen jövőbeli alternatív történelem, tudom, a jövőbeli alternatív történelmet hívják sci-fi-nek, de ez igazából inkább tényleg egy olyan dolog, hogy merre vinne egy földi ilyen atomkatasztrófa után, vagy ilyen sok száz évvel egy ilyen újraformálódó társadalmat a történelem. Baromi jól megcsinált dolog, iszonyatosan ajánlom mindenkinek, még azoknak is, akik annyira nem szkifisták, mert tényleg amikor ilyen teljesen mondjuk egy ilyen atomháború után, egy ilyen totál sötét korszak után igazából így jönnek fel újra a különböző országok és birodalmak, és
bizonyos technológiákat, bizonyos vallásokat, bizonyos hiedelmeket át tudnak menteni, de ezek is torzulnak, egy csomó minden újra elindul, félig feudális, félig technokrata, félig ilyen, félig olyan. Régi helységneveknek egy része az torzítva, de megmarad, és akkor tudod, így komolyan az van, hogy olvasom, és nézegetem a térképen, hogy ez micsoda. Ez minek az új verziója? Majd, ha az Orion felszáll. Ezt sikerült, vagy majd, ha az Orion felszáll. Hogy gratuláljak, mindegy. Mindenesetre ez egy borzalmasan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó könyv. Én sokatszor olvasom, de a nagyon kedvenc könyveimnek a sajátja az, hogy én nagyon sokszor, ilyen, mit tudom, persze jó sok év kihagyással, de újra-újra olvasom. Pontosan azért, mert ilyen felnőttebb fejjel még több dolgot tudok még részletesebben elolvasni, még jobban utánézni, jobban megérteni. És általában persze az ilyen bonyolultabb dolgokat jó így újraolvasni, vagy részletesebb dolgokat, mint a Dűne meg hasonló. De most például ez volt a legutolsóbb, ez a majd ha az Orion felszáll ezek szerint. Most már ennek nagyjából a végén vagyok, de nagyon tényleg én ezeket szeretem. Nagyon ajánlom mindenkinek. Egyébként szívesen csinálok meg majd könyvajánlós streamet is, vagy ilyen könyvekről beszélgető streamet, mert nagyon, nagyon jók, és tök szeretném, hogyha mások is elvesznének azokban a világokban, amikben én is. És hidratálok. Az a durva, amikor újra olvasok valamit, és találok benne valami új összefüggést, és kiderül, hogy újabb értelmezését találtam meg regénynek. Pontos, erről beszélek. Borzalmasan jó érzés, meg amikor tényleg valami pici részlet a helyére kerül, amin átsiklottam korábban. Egyébként arról meg, hogy bírja a szemem az e-könyvet, mentek. Szóval az az érdekes, hogy ugye az e-könyv az alapvetően, ha jó e-könyvet olvasol, mármint e-olvasót, akkor igazából ugye az majd, tehát az gyakorlatilag olyan, mint a könyvet olvasnál, ugyanis az e-papír az gyakorlatilag ugye nem sugároz semmit, abban ugyanúgy tinta van, egyszerűen csak azért e, mert amikor lapozol, akkor ezek a tinták, ezek újra rendeződnek és újra írják magukat, de mikor olvasod, akkor gyakorlatilag ugyanúgy a statikus fehér felületet olvasol, mint hogyha könyvlapot olvasnál. Ha kiolvasod egy e-könyvet, akkor e-olvastad? Nézd, vért könnyezem miattad, nézd, nem bírom. Na, szóval az American Gods-zal voltam így, amikor megvettem 3 hónapot, 4-szer olvastam ki, még 4. alkalommal is voltam, hogy basszus, pont itt leírták, és ebből egyértem, hogy ez fog történni, de előző alkalmakat elsiklottam felette. Igen, az American Gods nálam szintén ilyen pár évente újraolvasós, és újabb-újabb pici összefüggéseket, ilyen átkacsintásokat, akár mondjuk vallásokra, vagy különböző mitikus dolgokra, vagy egyebekre lehet találni, amit korábban nem fedeztél föl. Szóval fú, nagyon, ja. Elolvasom csetelés meg az ecset, hagyjátok abba. Na, na mindegy, szóval csinálunk ilyen olvasós dolgokat, mert nagyon-nagyon imádok olvasni, és imádom megolvasni, megosztani veletek. Viszont tényleg abba hagyom, mert egyrészt nem tudok beszélni. Másrészt borzalmasan sok dolgom van még, ugyanis ugye holnap megyek Szombathelyre, tudom, még csak szerda, tehát igazából Szerdahelyre is mehetnék, de holnap megyek Szombathelyre, ahol a szimfonikus koncertnek lesz reggel is, meg délután is egy-egy próbája, és aztán pedig hívok-e majd vendéget az olvasóshoz? Vink, vink, nudge, nudge! Hívjak? Jönnél? Mert akkor szívesen. Tehát az van, hogy holnap hajnali 6 óra 17-kor megy a vonatom, és akkor egy ilyen Sopron Szombathely átszállós játékkal nekem 10-kor már próbálnom kell. És addig nagyon sok mindent kell még előkészülnöm, és persze vissza is jön haza, neki is főzök valamit, aztán még dolgozom is holnapra, hogy azt se kelljen nagyon sokat így vonatról, meg 2 próba között. Szóval éppen ezért most rohanok. Azt mondja, hogy utolsó gondolat, Discord text csatornák, egy könyvajánlós vagy ilyen, ezt olvasom, épp tök jó.
csinálok egy könyves, filmes zenét is, jó? Vagy zenéset is, tehát, hogy lesz három ilyen. Tök jó. Nem tudom, annyira lesz jó vendég, ha más nincs, szeptember végén kicsit sűrű a programom. Bármi, nem előszak a disznótól, a disznót hor. Na. Büfögtem. Szóval, na, szóval éppen ezért most nem kezdek el Csöcsös Máriós rajzolós dolgokat csinálni. A másik pedig az, hogy éppen ezért ma és, vagy holnap és holnap után nem lesz izé, nem lesz még stream, mert hogy ott leszek Szombathelyen. Péntek reggel jövök haza, de péntek délután bepótolom a csütörtökit, tehát péntek délután lesz zeneíros stream, és aztán akkor vasárnap, szerintem szombat délután is lesz valami stream, és vasárnap meg már a szokásos időben a szokásos Duma stream Csöcsös Márióval és minden egyébbel, és akkor ráadásul azt mondja Tomás, hogy Zanonymushoz menjünk, tehát akkor Zanonymushoz fogunk menni, és milyen jó lesz az. Tehát akkor ezt mindjárt szépen meg is nézem, igen, ő ott így éppen van, és GTA 5-ozik, ami mondjuk tőlem viszonylag messze áll, de hát mit nekem ti Zordon Kárpátoknak. Pénteken a mesterség ünnepén fog szénnél szalódni, de egyébként szerintem annyira nem lesz durva idő, legalábbis én azt láttam, és nagyon-nagyon remélem, hogy jól fogod érezni magad. Na, akkor megyek szépen, azt mondja, hogy Raid, és azt mondja, hogy Z, hogy is írja, Z4 Anonymous. Így, igen, jó. Oké, na, akkor rédelünk, és találkozunk péntek este, zeneíró stream, már van fasza ötletem, szóval nagyon igyekszem, hogy az jó is legyen, és jól jöjjön ki, és ha a terveim sikerülnek, akkor nagyon ütős és nagyon érdekes zene lesz megint, ami születik, addig pedig legyetek jók, és folytatjuk pénteken. Imádat, csoki, metal.